A fegyelmi bizottság meghozta döntését. Krisztus Bál volt az elnök, és ő kért meg, hogy mondjam el a döntésünket. Miután nem volt egyértelmű, hogy Bende vagy Matyi kezdte a verekedést, így a nagyobb büntetést elhalasztjuk fél évre. Ha addig semmilyen nagyobb csíntevésben nem veszel részt, akkor elfelejtjük ezt. Viszont itt a karácsony alkalmával az lenne a büntetésed, úgymond, hogy jótékonysági célra kell fordítanod minden szabadidődet, tehát az árva gyerekek javára, vagy bármi, amit úgy gondolsz, hogy ebbe belefér. De miért? Igen! Megmondom őszintén, én sokkal súlyosabb büntetést szerettem volna Bende részére. Sokat veszekedtem Krisztusszal és Melittával, de végül úgy döntöttünk, hogy csak jótékony célra kell az árváknak segítenie. Én mindezt nevelő szándékkal gondoltam az erősebb büntetést, mert a diákoknak meg kell azt tanulniuk, hogy minden egyes tettüknek van következménye. Nem én akartam kiirdetni a büntetést! Nem adtam volna semmit neki, de a bunyó az férfias dolog! Krisztus bár nagyon nem akarta ezt a büntetést, egyáltalán nem tartotta szükségesnek, még katatanárnő azt gondolta, hogy célszerű lenne valami komolyabb büntetést kiszabni, úgyhogy volt egy kis vita köztünk. Volt vita, de meg tudtunk egyezni végül. Örülök, hogy ennyivel megúsztam az egészet. Olivertől hallottam, hogy Barbie mellettem tanúskodott a fegyelmi tárgyaláson. Ez azt jelenti, hogy még mindig együtt vagyunk. Bende szerencsére ezt most megúszta, úgyhogy még mindig van esély rá, hogy az enyém lesz egyszer. Fura ez a büntetés, nem tudom, hogy Bende mit tudna jótékonykodni. Nagy kő esett le a szívemről. Azért tanúskodtam Matyi ellen, mert ha Bende ellen vallok, akkor megértem, hogy elveszíthetem, és ezt nem hagyhatom. Hát azért örülök, hogy Bendét mégse csapták ki, de hát nagyon rezeg a lész, tehát még egy stiklés, aztán mehet is a levesbe. Ennél keményebb büntetésre számítottam. Szerintem ki kellett volna csapniuk Bendét. Így a diákok nincsenek biztonságban. Azért én is örülök, hogy Bende itt maradhat velünk. Hát, eléggé puha egy ítélet, de nekem végül is mindegy. Azért örülök neki, hogy Bende nem kapott komoly büntetést. Elvégre is férfiasan harcolt, és nekem ez bejön. Szia! Szia! De ez ki? Kezei csókolom. Ő az egyik barátom, Peti. Szia! Lehet, kicsit... Valami ezt feje van. Na, mutatkozzatok már be egymásnak. Ő szia. Itt Peti a barátom, ő meg... Ó, úristen! Ó. Ez mit csinál? Nézd csak, adjad csak! Ó. Szus! Te jó isten! Zsombikám! Ez mit csinál? Esztikém! Adjad csak! 48 órányi válság jön a kapcsolatotokba. Na már! Félelmetes ez a Peti, olyan gusztustalan, nem is értem, hogy Zsombi hogy barátkozhat vele. Ami pedig a 48 órás válságos időszakot illeti, biztos, hogy csak kamu, Zsombival szeretjük egymást. Nem csak, hogy válság lesz a kapcsolatukban, de lehet, hogy ez lesz minden rossznak az okozója.
És hát lehet, hogy emögött mind Paula áll. Peti a legjobb haverom, de be kell vallani néha, azért tényleg elég idegesítő. Szerintem, hogyha legközelebb jövök Esztihez, akkor inkább nem hozom el. Nem akarom, hogy megint még jobban felidegesítse. Fiai, bocsánatot kellene kérned tőle. Tőle? Igen, hát basszus, megverted! Szóval már megint itt tartunk, már megint kezdöd. Mit kezdek? Azt, hogy az ő pártját fogod. Aj, Istenem, benne nincsenek pártok, hanem egyszerűen ez szimpla illen, meg ennyivel azért jössz neki. Ennek a köcsögnek. Bocsánatot kérni ettől a tetűtől, ettől az undorító férektől, hogy csak kéne nyaljam a kis fenekét, mit nem. Nagyon sajnálom Matyit, Bendének nem kellett volna így viselkednie. Sokkal több megbánást kéne, hogy tanúsítson. Szatyi! Mikor kivaradt még egy rész, jól nem ütöttél meg. Nem, most Fili, másról van szó, beszélni nem, szeretnék. Tudod, ne is mondj inkább semmit. Na, mit képzeltek ezek, hogy majd ilyen könnyedén elfelejtem a történteket? Barbőr is eléggé haragszom. Hogy tud egyáltalán együtt lenni egy ilyen szemétalakkal? Borzasztó. Szia, Berci. Szervusz, kérlek. Elhozod a cuccot. Kell. Nagyon. Látom. De nagyon durvá rá vagy függve. Légy szíves, ne szórakozzunk, add ide és kész. Na jó, figyelj, van nálam termék minta. Holnap behozok neked, de most meg tudod nézni, jó? Hát menj, ott már minden rendben van. Hova, nyugi, csak ne lássa meg senki, jó? Ez jó cucc, apukám. Ez a legjobb cucc, amit jelenleg kaphatsz máról. Nézd, hát minőségek lesz. Na, ne viccelj, nem. Zsombi mesélte, hogy Berciektől vett körtét, majd este átmegyek és együtt sütögetünk. Nagyon félek, hogy elveszítem őt úgy, mint Bendét. Imádom a körtét! Esztinek szeretnék a most vásárolt termékből egy finom körtésbögrés sütit sütni. A Bercitől szerzett áru az elég jó minőségű. Meg is lesz most már az alapanyag a délutáni közös sütögetéshez, életem szerelmével. Eszti mesélte Zsombornak, hogy én mennyire szeretem a körtét, és hát, hogy most is szüreteltünk éppen a családdal, és Zsombi megkért, hogy hozzak neki a cuccból. Hoztam is, hát persze jó pénzért, hát azért ilyen minőséget ritkán talál az ember. Berci, arra kérlek, hogy ezt hozd be helyettem az osztályterembe, de kérlek, hogy ne nyisd ki, mert bizalmas dolgok vannak benne. Hogyha nem érnék vissza, akkor Kata tanárnő fog bejönni, és hogyha meg visszajövök, akkor ad nekem vissza, jó? Persze, tanárnő, nem benne van, köszönöm. Nem van. Persze. Nagyon. Szívesen. Ugye végre kiábrándultál már a Bendéből? Nem. Miért kellett volna? Hát igen, mondjuk félholtra verte a Matyit, és fegyelmi tárgyalása volt. Szerintem megérdemelte, Matyi. Egyáltalán nem érdemelte meg. Bende ok nélkül ütött. Akkor sincs igazad. Orikám, Oli. Ha? Oli, figyelj, megkérhetek arra, hogy ezt megfogod, mert nekem nagyon kell már vécére mennem. Ja. Jó, nem soká visszajövök, persze, addig fogjad. Igen. Aha. Hogyne, hülye. Hol van, de ezek a dolgozat kérdések, meg a válaszok. Gyerekek! Dolgozat lesz! Milyen? Semmi pánik! Átküldtem a válaszokat, meg a kérdéseket, meg mindent. Várjál, nézem! Kivéve Rózinak! Facebookon! Várjál, nézem! Jó, megvan, megvan! Köszi! Kösz! Kovám, életmentő vagy, Oliver! Hát ezt nem tudtam volna. Oliver most tényleg jó fejkedett. Köszi. Na most már hálálkodhatnak nekem, hát, hogy megosztottam én itt a dolgozat kérdéseket, meg a válaszokat. Hát biztos fogok érte valamit kérni. Hát valami szép nagy dolgot. A múltkor lebuktam puskázás közben, de most legalább jó jegyem lesz, mert Olivertől tök jó fejség volt, hogy megadta nekünk a válaszokat. Örülök, hogy Oliver megtalálta a válaszokat, mert tegnap egész este plázáztam a barátnőimmel, ezért nem volt időm tanulni. A csomagkészítés nálunk hagyomány. Mi is tartunk kisebb karácsonyi ünnepséget, mindenki húz egy nevet egy kalapból, és maximum 1000 forint értékben vagy készít, vagy vásárol valamit. Úgyhogy izgalmas feladat. Hagyomány nálunk, hogy mi is tartunk karácsonyi ünnepséget, tehát osztályon belül. Én már meg is írtam a neveket. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kalapból kihúz mindenki egy nevet,
és maximum 1000 forint értékben vagy készít egy ajándékot, vagy lesz valamit, jó? Legyen oké. Én Olivier arra gondoltam, hogy a te gyönyörű sapkádat fogjuk erre felhasználni. Hát biztos, hogy nem. Na, egyszer végül az évben hagyj használjuk valami jótékony célra a sapkádat. Na, jó. Köszönöm. Tessék. Jó, ide bele is teszem, jó, megkeverem, és akkor gyertek, hogy megnézzem egyet. Ne áruljátok el a neveket, egymásnak se, hogy legyen meglepetés. Úgy. Na, nem lehet olyan rossz. Aha. Jó, most én is hozok egyet. Mindenki volt? Nem. Okay, nem lett másikat? Ezt meg adja ide. Hát, hogy én mindig csak ezt a lúzert tudom kifogni, hát tényleg nem tudtam mást húzni, csak ezt a bénacsajt, hát én biztos nem fogok neki venni semmit, hát biztos nem költök rá egy ezrest. Hát elképzelésem sincs, hogy mit lehetne venni egy tanárnak 1000 forintért, aminek még örülne is. Na mindegy, majd csak kitalálok valamit. Jellemző, hogy annak az undorító hányadik lánynak kell ajándékot vennem, akivel megcsalt Bendet. Ez most komoly? Matyinak kell ajándékot vennem? Nem hiszem el. Mondjuk nem húzhatom ki magam ez alól, mert megúsztam a büntetést vele kapcsolatban, de hogy lehetek ennyire pekkes, hogy pont őt húzom? Örülök, hogy Zsófit húztam. Mostanában egyre csinosabban jár iskolába. Ennek örülök. Ilyenkor karácsony előtt olyan sokan vannak a plázákban, mindig órákig kell sorba állni, mire oda kerülök a pénztárhoz. Nem hiszem el, hogy Paulát húztam. Sokkal szélesebben húztam volna valamelyik fiút, neki könnyebben tudtam volna ajándékot venni. Mondjuk Bendét. Bendét olyan kihúzhatta? Nem is tudom. Dominikot húztam. Ez lehet akár jó, vagy rossz is. Majd igyekszem kitalálni valami jó pofa ajándékot neki. Annak nem örültem, hogy a legtiszteletlenebb diákot húztam, Rékát, viszont ugyanolyan szeretettel vásárolok majd neki valamit, mint hogyha Bercit húztam volna, a kedvenc tanítványomat. Sikeresen kihúztam Bendét. Ez is egy égi jel arra, hogy mi összetartozunk. Egy nap ő lesz gyerekeim apja. Biztos vagyok benne. Julit húztam. Ez egy égi jel arra, hogy összetartozunk. Egy napon ő lesz a gyermekeim anyja. Bercinek kell majd ajándékot vennem, és valami okos dolgon gondolkodom. Meglepetéssel készültem nektek. A mai földrajzóra rendhagyó lesz. Szeretném bemutatni nektek Saroltát. Ő a Magyar Afrika Társaságtól jött. Jó napot! Szerbusztok, üdvözlök mindenkit! Sarolta vagyok, a Magyar Afrika Társaság jószolgálati nagykövete. És a mai földrajzóra keretében egy exotikus tájról szeretnék nektek előadást tartani, a csodálatos Afrikáról. Oh, Afrika! Afrikát két részre oszthatjuk, van a Szaharától északra fekvő régió és a Szaharától délre fekvő. Gondolom sokan jártatok már az északi részén, például Egyiptomba, Tunéziába, esetleg ha feltennétek a kezeteket, hogy ki járt ott. Na, ezt jó hallani és jó látni, és ugye van a Szaharától délre fekvő rész, ami az igazi fekete Afrika. Jártam Malaviban, jártam Ugandában, és azt elmondhatom, hogy egy európai ember számára teljesen felfoghatatlan világ. Hoztam nektek érdekes filmrészleteket azokról a tájakról, ahol megfordultam, most ezeket szeretném nektek bemutatni. A gyerekek ezekben a régiókban annyira szegények, hogy minden kicsi apróságnak tudnak örülni, akár egy színes ceruzának is. Amikor Ugandában egy kisgyermeknek átadtam két darab színes ceruzát, térdre borult előttem és átölelt.
Ezeken a képeken láthatjátok, hogy mennyire örülnek mindennek a gyerekek. Ezeken a területeken, hogyha egy gyermek iskolában jár, sokszor a kis testvérét a saját hátán viszi. A Magyar Afrika Társaság árvaházokon is segít, hiszen sok helyen annyira szörnyűek a körülmények, hogy ez az egyetlen lehetőségük. Vannak olyan régiók, ahol a lakosok még soha nem találkoztak orvossal, nincsen elektromos áram és tiszta ivóvízért akár több 10 kilométert kell gyalogolni. A magyar orvosok is segítenek Afrikában, hiszen amikor ott itt jártam, saját szememmel láttam, hogy milyen különleges betegségek vannak, amire nincsen ott gyógymód. A legtöbb régióban 12 év felett nem kötelező iskolába járni, inkább otthon segítenek a családnak a munkában. Igen? Afrikában csak feketék élnek? Afrikában élnek ázsiaiak is, fehér emberek is, de legfőképp feketék. Parancsolj! És Közép-Afrikában vannak jó pasik? Hát ízlések és pofonok különbözőek. Igen? Igaz, hogy 30 évesen meghalnak a nők? Sajnos sokan meghalnak 30 éves korukra, hiszen például a maláriát sem tudják gyógyítani, de szerencsére azért találkoztunk idősebb asszonyokkal is. Tessék! És ez igaz, hogy Afrikában nagyon sokan csak ilyen gyökereket esznek? Ez változó, hiszen vannak olyan régiók, ahol sajnos még az éhhalál is előfordul, de a fejlettebb régiókban akár éttermeket, menőbb helyeket is találhatunk. És hogy tudják a fejükön megtartani a dolgokat? Gyerekkoruk óta így hordják a terheket a fejükön, úgyhogy már megszokták. Igen? Vannak jó plázák és szórakozó helyek Afrikában? Dél-Afrikában például vannak menő plázák, de azokban a régiókban, ahol mi jártunk, például Ugandában a kenyai határ közelébe voltunk éjszaka egy szórakozó helyen, ahol gépfegyveres őrök álltak a szórakozó hely előtt, de bent óriási hangulat volt, páran voltunk fehérek, nagyon jó R&B zene szólt, és egészen hajnalig szórakoztunk. De például Malaviban jártunk egy olyan faluba, ahol egy Superstar Entertainment Center nevű helyen kellett pár órát eltöltenünk, ami egy ilyen lepukkant biliárd terem volt, és egyedül kólát és sört lehetett kapni, és mikor megérkeztünk, tévéről benyomták a zenét, és mentek a Malavi videoklippek, úgyhogy vannak végletek. Igen. És mi volt a legfurcsább élménye Afrikában?
A legfurcsább élményem az volt, hogy általában mindenhol boldogok az emberek, és akármilyen nehéz körülmények között is küzdködnek napról napra, mindig tudnak mosolyogni, boldogok lenni, és az idegeneket, a kívülállókat pedig mindig nagy szeretettel fogadják. Nagyon örülök, hogy Kata tanárnő elhívott ma földrajzórát tartani, és a tapasztalatok alapján úgy vélem, a társaságra még ráfér egy kis oktatás Afrikával kapcsolatban. Jó reggel, gyerekek! Az órát egy röpdolgozattal fogjuk kezdeni. Oliver, kérlek, oszd ki ezeket! Hát olyan biztos, hogy nincsen tanárnő, hát a dolgozatokat ezt mindig meg kell jelenteni. Hogyha jobban ismernéd a házi rendet, akkor tudnád, hogy a röpdolgozatot nem kell bejelenteni, ezt bármikor írhatjuk. 20 perc van rá, és kezdhetitek is. Jó, az idő lejárt, úgyhogy kérem szépen, hogy adjátok előre a dolgozatokat. Tegyétek le a tollakat. Oliver! Bocsánat, azt mondta, hogy tegyem le. Nem így gondoltam. Adjátok előre a dolgozatokat, és szedd össze, kérlek. Mivel Lukas órám lesz, azért ki is tudom javítani a dolgozatokat, legközelebb meg is kapjátok a következő órán, jó? Hát jó, mi meg mehetünk Krisztaszba most tesízni, aztán itt egyfolytában szivatni fogunk minden, persze. Hát, jó az. Na, akkor jó tesízés. Magának is. Ahogy nagyon jól sikerült a dolgozat, simán tudtam puskázni. Ez a dolgozat biztos, hogy jól fog sikerülni, mert Oliver segített. És te szerepeltél már a Zsombinál? Hogy mi? Hát ő egy menő YouTube-os, nem tudtad? Nagyon zavar, hogy Zsombi titkolózott előttem, nem is mondta, hogy YouTube videós. Ez rosszul esik. Csalatozó! Kedődik a kumbertes! Két megfutás, megint 12, összesen 24 perc! Futás! Indul! 4-en megállás! Tanár úr, én nem bírom! Karina! A múltkor elájultál! Ne ülhetsz! Tanár úr, megállhatom. Nem vagyok. Utáltalom! Én nem értem Krisztus bácsit, hogy miért engedi meg Karinának, hogy ő leülhessen, én meg nem. Lehet, hogy nekem is el kéne ájulnom. Azért nem gondoltam volna, hogy ilyen tornaóra is létezik. Örülök, hogy Krisztus bán megkegyelmezett nekem. Mondjuk a múltkori ájulás után nem csodálom. Azt nem játszottam meg. Bocs! Bocs! Nem bírom a tesi órákat, de nem csak azért, mert nagyon kemények, hanem a többiek is állandóan csesztetnek. Most már tudjátok, ki volt az a kúmben! Thank you.
Hagyjál már! Au, ez fáj! Hagyjál már! Légy szíves! Csak nem fáradt vagy, buci maci! Ez már nem érzed, hogy fáj! Hagyjál már! Ez a tornaóra brutálisan durva volt. Na, végre vége a tornaórának. Aha, és elég durva, hogy másoktól kellett megtudnom ezt a jutyúkos dolgot. Azért kemény volt ez a tesi óra. Aha. Nagyon kiszáradtam. Hoznál nekem egy kis vizet? Persze. Jó, van nálad? Jaj, de jó. Életment. Hello, nekem is tudnátok adni egy kis vizet? Hát ebből biztos, hogy nem kapsz. Húzzál, azt vegyél magadnak. Hát, igen. Szóval lent ott van a büfé, aztán lehet venni. Arra van az ajtó. Nagyon idegesít Juli állandó nyomulása, mert ő csak magának akarna, én meg nem elég szemeged lányal egyszerre. Hát komolyan mondom, ez a Juli, először a pasim kell neki, most meg vizem is. Hát komolyan mondom, mi kell neki legközelebb, a melltartóm? Már mondjuk az eléggé nagy lenne neki. Nem tudom, hogy Bende nekem miért nem hozott vizet, ezt nem is értem. Berci, honnan van neked ennyi körtéd? Kérsz? Nem. Biztos? Uh-huh. Hát tudod, a családom nagyon sok körtét eszik, hát minden, de tényleg mindenfélét, szóval mindenféle körte saláta, meg mozzarellás körte, meg körte halakkal, mindenféle hússal, rákkal, körteleves, körtebefőtt, körtepálinkát is szoktunk. Mindent, ami körte, és ezt imádjuk. Aha. Úgyhogy... Imádom szagokat. Én ettől vagyok ilyen okos. Berci tényleg azért olyan okos, mert olyan sok körtét eszik. Kijavítottam a dolgozatokat. 4,96 lett az átlagotok. Rozi, a tiédet kivéve mindegyik ötös lett. Az jó tanárnő, nem? Hát igen, nagyon szuper lenne, örülhetnétek neki, csak hogy ez így nem igaz. Ezt nem akarom elhinni, mert ismerem az osztályátlagot, az eredményeket, és itt ebben valaminek nincs rendben. Nem vagyok túlzottan szigorú tanár, de ami sok, az sok. Honnan tudtátok meg az eredményeket? Berci? Tőlem nem, talán ő az biztos. Nem tudsz erről semmit? Nem én. Biztos? 100%. Jó, oké, és valaki mondja meg, hogy honnan tudtátok meg az eredményeket. Valaki vállalja a felelősséget. Álljon fel az, aki tudja, hogy honnan tudtátok az eredményeket. Hogyha senki nem vállalja ezért a felelősséget, akkor egy dolgot tudok csinálni, hogy mindenkinek beírom az egyest. Hogyha senki nem jelentkezik, akkor ezt a kollektív büntetést kell alkalmaznom. Nagyon durva ez a kollektuális büntetés. Ez a Mácsi néni hogy turágálja a dolgokat, tehát puska nélkül úgy se lenne ilyen jó az átlagunk, és hogyha nem fújja föl ennyire, akkor még az igazgató meg is dicsér minket, hogy milyen okos, jó gyerekek vagyunk. Oliver miatt szívott már megint az egész osztály, nem is értem, hogy miért barátkozok vele, mert tényleg mindig csak rosszat tesz. Nem hiszem el, hogy egyest kaptam Oliver miatt. Én még soha nem kaptam ilyen rossz jegyet. Anya nagyon fog rám haragudni. Olivier, te gyökér, miért nem mondtad neki, hogy te voltál? De tényleg, Olivier, ezzel most túlfeszítetted a húrt, be kellett volna ismerned! Olivier, ez az első egyesem, anyukám nagyon haragudni fog rám. Nem hiszem el, Olivier, aputól kaptam volna egy 20-as, de most még így a pláza közelébe se fog engedni. Előtte meg itt nyaltatok nekem, hogy elhoztam az eredményeket. Mert előtte még nem kaptunk egyest? Köcsögöm! Mi van? Tanárnő. Én voltam az, aki megnézte a dolgozatokat. Hát jó, Oliver, igazából ezt becsülöm benned, hogy ezt most bevallottad meg, hogy ide mersz állni. Ez végül is nagy szó. Hát ennek ellenére nyilván meg kell, hogy büntesselek valahogy, ezért ez így mégsem járja. Te leszel a segédem. Reggelente hozol kávét, meg segítesz berendezni a termet, meg ami még adódik majd. Szóval, hogy legyek a csicskája? Most meg majd főzhetek kávét. Hát, mintha valami tényleg újságíró gyakornok lennék. Hát aztán én
Már azért komoly újságíró vagyok. Nagyon tisztelem ezt Oliverben, hogy elém állt és bevallotta az igazat, és ebből aztán mind a ketten jól jártunk. Nekem lett egy segédem, és jobban rá tudok nézni a körmére, talán fejlődést tud ebből. Földrajzórán nagyon izgalmas előadást tartott Sarolt a tanárnő, ezért megbeszéltem Sátán Tamással, hogy a 999-nek csinálok vele egy interjút. Sátán Tamás szerkesztő azt mondta nekem, hogy azért nem utazik Afrikába, mert ott biztos elkapna valami betegséget. Mindenki beteg lesz, ha Afrikába utazik. Egyáltalán nem lesz mindenki beteg. Itthon már vannak fejlett oltóközpontok, ahol be lehet adatni az összes oltást, amit abban az országban szükséges még a kiutazás előtt beadatni. Itt az a lényeg, hogy időben el kell menni, 3-4-5 oltás általában, amit be kell adatni, akkor egy kicsit legyengül az ember szervezete, de miután kiutazik, teljesen makkegészséges lesz, és nem kapja el azokat a nagy fertőző betegségeket, amiről itthon beszélnek. Azonban az fontos, hogy az ivóvízzel nagyon kell vigyázni a csapból, például nem szabad inni, csak lefóliázott vizes palackokból szabad inni, a gyümölcsöt is érdemes inkább abba megmosni, mielőtt megeszi az ember. Az útszéli ételeket, hát attól függ, kinek mennyire bírja a gyomra, a tapasztalataim szerint semmi gond nincs azzal sem, amit az útszélén az asszonyok kisütnek, például forró olajban, hiszen már az maga egy fertőtlenítés, úgyhogy én eddig minden afrikai útamat épségben és egészségben megúsztam. Sátán Tamás szerint Afrikába nem érdemes menni, mert ott írni-olvasni nem tudnak. Ez tényleg így van? Nagyon sok olyan fejletlen régió van, ahol tényleg nem tudnak írni-olvasni, vagy csak az alapvető ABC betűkkel, számokkal vannak tisztában, de például, hogyha már bemegyünk egy boltba és veszünk háromféle élelmiszert, amit a pénztáros össze akar adni, ahhoz ő már előveszi a számológépet és összeadja. Azonban egy csomó pozitív csalódás is van, hiszen számos olyan fejlett régió van, ahol egyetemek, főiskolák, középiskolák vannak, és oda el tudnak járni a helyiek tanulni. Ők pedig teljesen a nyugati színvonalon fejlettek, de Afrika számos csodát rejt, úgyhogy nem szabad ennyire általánosítani. Vannak még Afrikában kannibálok? Kannibálok már egyáltalán nincsenek, ez már a múlt században kihaltak, úgymond már nem jellemző ez, úgyhogy bárki bárhova mehet, nem kell attól félnie, hogy valamelyik új perce hirtelen eltűnik. Mit jelent az, hogy jó szolgálati nagykövet? Ez egy nagyon komplex és összetett feladat, én, mint a Magyar Afrika Társaság jószolgálati nagykövete számos feladatot látok el. Például ugye a Magyar Afrika Társaság orvos missziókat indít már évek óta Afrikában, és mint jószolgálati nagykövet az első lépéstől az orvosok megkeresésétől, kiválasztásától elkezdve odáig tart az én feladatom, hogy részt is veszek helyszíni munkálatokban, tehát kiutazom az orvosokkal ezekbe az afrikai országokba, és különböző szereplésekkel is jár ez a jószolgálati nagykövet pozíció. Próbálom hirdetni a Magyar Afrika Társaságot, a jó hírét kelteni, és azt a pozitív segítő munkát, amit Afrikában végzünk, akár oktatás, egészségügy, vagy kultúra területén, azt próbálom hirdetni Magyarországon. Olivértől igazából egy kicsit furcsa kérdéseket kaptam Afrikával kapcsolatban, de bízom benne, hogy az olvasókat közelebb tudtam hozni ehhez a csodás kontinenshez. Azért örülök, hogy nem fognak megenni Afrikában, de így is nagyon-nagyon fel kell készülni egy ilyen útra. Azért szeretnék én is egyszer elmenni. Remélem, hogy örülni fognak majd Johnnynak, szervezem egy ideje ezt az órát. Régóta ismerem már, mert sokat zenélt vele együtt az apukám. Nagyon örülök neki, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Nagyon szívesen. Tudod, hogy érted mindent. Nem sokára kezdünk is, mindjárt kezdődik az óra. Jó, becsöngettek? Megyünk be? Igen, lassan nagyon szeretném, hogy most vedd egy kicsit így szigorúra, tudom, hogy vajszív vagy, de itt azért szükség van rá, hogy így alaposan megnézd a gyerekeket, főleg azért, mert van egy fiú, akiben szerintem benne van az E-faktor. Nagyon tehetséges. Az E-faktor? Jó, legyen inkább X-faktor. Az X-faktor. Jó. Igen. Menjünk is be. Oké, te mész előre. Szép napot, gyerekek! Hoztam egy vendéget nektek, ma ő fogja tartani az énekórát. Ismerkedjetek meg Delhusza Johnnal! Sziasztok! Sziasztok! Melitta tanárnő kérésére meg foglak hallgatni benneteket, de előre figyelmeztetlek, nagyon szigorú leszek.
Szeretném, hogyha Olivért hallgatnád meg először, ő az. Ez a kis piros nyakkendős? Gyere ki, kérlek. Na lássam, mit tudsz igazából. Olivér, énekelj nekünk valamit, kérlek. Hát akkor jó. Call all the ladies out, there in the fineries. 100 jewels untold, 100 jewels within thee. Now bring my boys in, the skin and cradles like the moon. The moon we love like a brother, while we dance through the room. Dance around big eyes as well, dance around big lies as well. Even the comatose, they don't dance until. We'll even see these, you never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of the palace with in my dreams, and you know, we're on each other's team. Na, mit szólsz? Ennyire meghatódtál? Na, hát mi van? Hát most szóljon már valamit, hát na, hát most szívrohamot kapott, vagy mi van? Hát, meg nem hatódtam, de egy kicsit másra számítottam, valami másról beszéltél, valami igazi őstehetségről. Hát ez nem úgy tűnt. Nem tetszett? Olivér végre szakmailag is megtudta, hogy hol a helye. Megérdemelte a kis bunkó. Végre megkapta Olivér is, ami már régóta kiárt neki. Én nem vagyok az ilyen nagy bosszúk híve, de ami kiárt Olivérnek, az kiárt. Megérdemelte. Hát most kötekedni tök fölösleges volt ide jönnie. Várja, fiam, ne szaladj. Várjál meg. Mi van, megint belém akar rúgni? Nem akarok én belé rúgni, de csak azt akarom, hogy egy kicsit fejlődnöd kell még. Na jó, de hát magának könnyű ennyi éves tapasztalattal. Engem nem tanított senki, maga nem akar tanítani. Hát nem gondolkodtam el azon, hogy iskolába tanítsak, de most, hogy mondod... Nem iskoláról beszélek, hanem hogy engem tanítson. Ja, téged? Nem is rossz ötlet. Tudod mit? Elvállallak. Miután leégetett szörnyű dolgokat gondoltam róla, de lehet, hogy valami nagyon jó fog kisülni belőle. Nem volt tökéletes, amit az órán csinált, de lehet, hogy van benne valami. Nem tudom. Meg kéne próbálni. Szerintem nagyon jó és fantasztikus dolog az, hogy Delhúzza Johnny tart nekünk énekórát, hát, és ő maga személyesen. Hát ez teljesen jó. Hallom, hogy mehet jóból a Delhúzza Johnnal! Nagyon nem örülök neki! Nagyon tetszett ez az énekóra, mert láttam, hogy egyszer rám nézett a Delhúzza Johnny. Általános iskolában az énekórán mindig zenét hallgattunk. Hát nem tudom, hogy mi lesz ebből, de úgy tűnik, hogy Olivér még Johnnyt is ki tudta akasztani. Hát én nagyon szeretek táncolni, és már Delhúzza Johnnynak is táncoltam egy számára, csak senkinek nem merem megmutatni, mert biztos, hogy kicsúfolnának. Sokkal jobban örülök annak, hogyha az énekórát egy pasi tartja, nem egy nő. Na akkor most halljunk valamit. Tőletek szeretnélek benneteket hallani. Valamilyen akármilyen dallal. Tavaszi szél. Mikulás dal. Mikulás dal. Miért nekünk Mikulás dalt? És melyik? Télapó. A télapó itt van, na? Jó. Télapó itt van, ó a subája, jég a cipője, leng a szakálla, zsák, teri zsák, Doop 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 doop.
Most kell. Nem. Reggel van még, gyerekek. Nagy kőesett le a szívemről, mert... Aj, Matyi ellen tanúskodta, vagy mi a f*** van? Oliver, most... De mi tényleg jó fejkedett? Mit kell mondani? Szépen sorba! Sajnálom, hogy a diákjaim az óra tiszt... Nem szabad megengedni, hogy ilyen. Ettől a... Mitől? Még? És... Várja. Vigyek! Oliver, végre szakmailag is megérdemelte. Nem tudom, megjegyezni. Szakmailag is megtudta, hogy valami. Nem szeretem a kollektív büntetéseket. Jó. Hát nem tudod, hogy ő egy menő YouTube-os vlogor? Milyen ő? YouTube-os. Közelebb egy más. Nem tudom, hogy volt. Milyen a mert után? De nem. Jó. Nem tudok, mit találjak ki? Most veszel? Jó, ezt el... Hogy inkább örülne neki, hogy majd az igazok... Nem hiszem el, hogy Paulát hozta, de... Újra. Miért nem az első? Ez a dolgozat bizony... Mi is a szöveg? Azért nem gondoltam volna, hogy ilyen tornaóra is létezik. Julit húztam a... Jó, még egyszer. Hogy tud egyáltalán együtt lenni egy ilyen szemétalakkal? Borzasztó. Hallom, hogy Mácsi! Jóba volna, de... Hogy ezt egy kicsit... Mire kérem? Bocsánat. Hogy hozd majd be. Igen, hozd majd be ezt a tetembe. Szép napot, gyereket! Hoztam egy... Nem akarom, hogy jobban feléd. Elég jó szárút állított. Szárút állított? Na, árut szállított. A most vásárolt áruból fogok egy... Berci, elég... Már annyira várom a közös bög... Hát, ez nem fog menni soha. Tudom, körtés bögrés sütit küld. Nem csak, hogy válság lesz a kapcsolatukban, de lehet, hogy ez lesz minden rossznak az okozója. Sziasztok, Melissa tanárnő kérésére meg... Melitta. Tessék. És azt elmondhatom, hogy egy európai ember számára teljesen felfoghatatlan világ.